Lázadó szigetén a Kempinski Szent Lorenzbe bemutatom Ritát. Hello. Hello. Rita, what is that? It's octopus. It's gonna be an octopus stew. So we have the ingredients over here. Tehát kérem szépen, friss polipot fogunk csinálni. Itt Máltán elképesztően finom tengergyümölcsei vannak, és az egyik kedvenc étele a polip, amit krumplival, paradicsommal, kaprivogyóval, olajbogyóval és édes vörösborral készítünk. Előre főzött polip, hagyma, paradicsom, olívaolaj, olajbogyó, só, bors, kapribogyó, paradicsomszósz, zöldborsó, édesvörösbor, burgonya és a polip főzőleve. A polip főzőlevét úgy kapjuk, hogy a forrásban lévő vízbe sóval, borssal, esetleg babérlevéllel megtűzdelve belemártjuk háromszor a polipot, utána benne hagyjuk, és annyi ideig főzzük, amennyi a súlya, és amikor érezzük, hogy puha, kivesszük, ez lesz az a főzőlé, amivel felhigítjuk a párolt polipunkat. Egy felforrósított serpenyőbe olívaolajat adunk. Amikor elég forró, hozzáadjuk a hagymát and the garlic, no? Yes. Hagymát és a fokhagymát. Berakjuk a gyönyörű szép polipjainkat. Néhány perc múlva hozzáadjuk a paradicsompürét, ami lehet egy teljesen fresh friss paradicsompüré, de nyugodtan ti is össze tudjátok turmixolni. Utána jön a kapribogyó és az olívaolaj. Isteni az illata az édesborna. See the smell of it? Néhány perc, amíg az alkohol elszáll, elpárolog, és utána jöhet a polip főzőleve. Tehát most ilyenkor lefedjük, egy 20 percig pároljuk, és a legvégső 5 percben hozzáadjuk majd a finom zöldborsót. Tehát amíg Rita vágja a kenyeret, megmutatom ezt a csodálatos polipot, ami elkészült. Egy picit megpirítjuk olívaolajon, és arra tálaljuk. A végén pedig a finom pirítósunkra rátálaljuk a polipot, kicsit kidíszítjük, és valami extra borral fogjuk megkóstolni.